Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is szeptember 11-én. A hold a mai napon eléri a felfele mozgó holdcsomót. Ez mutat egy új irányt, amit mi még nem ismerünk. A hold a mai napon a Mruga holdházban található, ez Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion, azaz égi vadász, vadászik valami után, mondhatnám, keres egy kiutat, így hat ránk a mai napon. Ennek az Orion vadásznak van vadász kutyája, és mutatja az irányt. És ez nem más, mint a Polar Stern a kis mackó csillagképben. Tehát kell számunkra most egy irány. Alnat, az egy csillag, a Vika jegye, és a szekeres csillagkép között. Ezt a babilóniaiak úgy mondták, de később a görögök és rómaiak is. Itt kell egy ilyen lökés, hogy végre előre menjenek a dolgok. Ez a szekeres csillagkép azt is jelenti, hogy kezünkbe vesszük a dolgokat, és irányítunk valamit. Fontos, hogy legyen egy irány és mozgás. A Merkur bolygó az a Hasta holdházban található, ez a holdház Vindemiatrix csillaghatása alatt áll. Az jelenti a szüretet, a vidámságot, vagy egy ünnepséget, mivel itt Merkur bolygónál gyakran egy hírről van szó, ez lehet egy meghívás, egy ilyen ünnepségre. A mai napon a Nap és Neptun bolygó egy úgynevezett opozíción kapcsolatban áll. Az azt jelenti, szemben vannak, és ez olyan, mint egy tükör. Bele kell, hogy nézzünk ebbe a tükörbe. De ezt az opozíciont úgy is leírhatnám, mint egy mérleg, kell ez az egyensúly. Viszont, amit meg kell, hogy jegyezzek, a Nap az láthatóvá tesz valamit. Neptun bolygó viszont mutatja a titkokat. Hogy tudnánk ezt most összefüggésbe hozni? Mert ez különböző. Teljesen más. Itt kell a középút. Ha titkaitok vannak, őrizzétek meg, de ha úgy érzitek, hogy mások titkolnak el valamit, akkor azért figyeljetek oda. Mint mindig, ha egy opozíción kapcsolat van, ott kell a középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. És ez volt a mai felvételem, Mizó is szeptember 11-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!